Megkezdődtek az előkészületek a vasárnapi választásra és népszavazásra Zalaegerszegen is. Folyamatos a szavazat számláló bizottságok tagjainak felkészítése, a jegyzőkönyvvezetők képzése, továbbá a szavazó helyiségek berendezése és felszerelése. Városunkban 51 helyen várják a választópolgárokat április 3-án. A Magyar Autóklub épületében dolgoztak ma a szakemberek. Gyakorlott mozdulatokkal összeszerelték a fülkéket, függöny is került mindegyikre, majd a mobil paravánok és az urnák felállítása következett. Ezúttal is itt voksolhatnak a 26-os szavazókörhöz tartozók. A szavazóhelységekkel, illetve azokkal az intézményekkel, amelyek a szavazóhelységeket biztosítják, folyamatosan kapcsolatban vagyunk már gyakorlatilag a választások kitűzése óta, tehát folyamatosan egyeztetünk a szavazóhelységek kialakításáról. Múlt héten és ezen a héten történt és történik a szavazófülkéknek a kiszállítása, összeszerelése, gondoskodunk arról, hogy esemény, rendezvény a szavazás megelőző napokban ne legyen már az adott intézmény, illetve az adott helyszínen. És hát mivel például orvosi rendelőt is érint, és, és egyéb munkahelyeket is érint, ahol szavazóhelység van. Ez egy folyamatos koordinációt igényel, hogy az alaptevékenység se sérüljön, de gond nélkül rendelkezésre álljon, megfelelő állapotban, megfelelően berendezve a szavazóhelység. Zalaegerszegen ezúttal is 51 helyszínen járulhatnak az urnák elé az arra jogosultak. Változás egy helyen, a Landorhegyen van. Egy szavazókört raktunk át. Másik helyre, illetve egy szavazóhelységet a választópolgárok, illetve a bizottság kényelme és komfortérzete miatt a volt egészségügyi kollégiumi épületéből a keresztúri VMK-ba, egyébként a szomszédos épületbe helyeztük át a szavazóhelységet, ez a 32-es szavazókör. A szavazóhelyiségek vasárnap reggel 6-kor nyitnak, s a kapukat 19 órakor zárják. Az országgyűlési választással egy időben a gyermekvédelem témakörében is állást foglalhatnak az állampolgárok.